témaugrásszünk se zár el. Németóra a Garai János gimnáziumban. Kedden még rendes tanítás szerint zajlott az élet ebben az iskolában. A diákok és a tanárok szemtől szemben egy légtérben találkoztak az órák során. Szerdától viszont itt is vissza kell állni a tavasszal már édesben jól vizsgázott digitális oktatásra. Már is indulhat az óra. És akkor itt látja a tanár a gyerekeket. Közben a pedagógusok már szerdától újra életbelépő digitális oktatást tervezik. Ebben az iskolában a koronavírus első hulláma után a rendes tanítás újbóli megkezdésekor továbbra is használták a tavasszal bizonyított internetes felületeket. Így itt nem okoz nehézséget a tanároknak és a diákoknak szerdától újra az internet segítségével tanórára járni. Ugyanúgy szeretnénk az óráinkat tovább tartani, tehát kontaktórák keretében folytatjuk az oktatást, ugyanolyan órarend szerint, mint az korábban volt. Ez bevált a tavaszi időszakban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a diákok itt elsősorban a felső oktatási tanulmányokra készülnek, érettségire, nyelvvizsgára, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kontaktórák legyenek. És mindenki legyen szíves, tanuljon az érettségét. Ez most a legnagyobb kihívás a középiskolások számára Bátaszéken is, hiszen tavasszal elhalasztott időközi érettségi vizsgákat most kellett volna letenni. De a vírus veszély ismét közbeszólt. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy nehézség ez számunkra, hiszen tényleg pont az érettségi közepén az írásbeli ugye sikerült viszonylag a rendes kereteken belül megírni, bár tavaly szerettünk volna előrehozott érettségit írni. Most, hogy a szóbelivel mi lesz, ugye ez még nagy kérdés. A pedagógusok Bátaszéken is a tavaszi tapasztalatok felhasználásával készülnek a digitális oktatásra, úgy tervezik, a jövő hét elejétől már a megváltozott rendszerben is órarend szerint folyhat a középiskolások tanítása. Ezért valamennyire lehetett erre számítani, tehát nem olyan váratlanul ért azért bennünket, mint ahogyan március 16-án, de azért nehéz helyzet elé állít ez mindenkit. Még van tanítás a Tolnai Szent István gimnáziumban is, ám szerdától ezek a gyerekek is otthonról készülnek fel az órákra. Novotné Bán Erzsébet igazgató azt mondja, a legnagyobb fejfájást az alsóbb évfolyamosok oktatásának megszervezése jelenti, hiszen ugyanannak a pedagógusnak kell online tanítani a gimnazista osztályt, mint akinek órát kell majd adni az iskolai keretek között, lévén őket nem érinti a digitális oktatásra való átállás. Hetedikesek, nyolcadikosok előreláthatólag még jönnek, tehát itt kell lenni a kollégáknak, viszont ha éppen nincsen velük órájuk, akkor pedig az otthon maradott diákokkal kell foglalkozni. Tehát ezt éppen most fogjuk majd pontosítani, kidolgozni, hogy milyen órarend szerint, hogyan tudjuk beosztani. Nyilván tömbösíteni tudjuk majd az órákat, és akkor így egyszerűbb lesz talán az oktatás. Amit még meg kell oldani, az az értékelési rendszer kidolgozása, mert tavasszal már kellő jegyei voltak a diákoknak ahhoz, hogy lezárhatóak legyenek, míg most alig 2 hónapig jártak iskolába.